Immár a 2020. esztendőt írjuk. Sokan vagyunk úgy, hogy a szilveszteri mulatságot követően az új esztendő kezdetét valójában a várva várt felvidéki magyar báltól számítjuk. Ez az az esemény, ez a találkozás ad lendületet, hogy teljes erővel, erőbevetéssel nekifussunk az esztendőnek, hozzálássunk teendőink elvégzéséhez, no, de előtte azért még mulassunk egy jó nagyot úgy, ahogy az a nagykönyvben megvan írva. A 2020-as esztendő azonban nem csak egy újabb rovátka ajtófélfánkon, nemzeti közösségünk látóköréből szemlélve is egy kiemelt stáció. Ezt az esztendőt a Magyarországgyűlés határozata alapján a nemzeti összetartozás éveként tartjuk számon. A 166 igen szavazattal elfogadott határozat így fogalmaz. Az országgyűlés az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, számot vetve a békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből, és értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit, a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánítja. Azért bátorkodtam éppen ezen alkalomból idézni az országgyűlés határozatát, mert hol máshol nyilvánulhatna meg szebben és jobban a magyarság országhatárok feletti összetartozása, mint éppen ezen a rendezvényen. Hiszen a felvidéki magyar bál az elmúlt több mint két évtizedben a Kárpát-medence minden szegletéből vonzott vendégeket ide Libádra, akik hazavitték magukkal ennek az esnek az élményeit, a felvidéki magyarság vendégszeretetét, a bál szervezésében megnyilvánuló határtalan összefogást. A trianoni országvesztés 100. évfordulójának évében mind a felvidéki magyar közösségre váró, mind az anyaország és az egész Kárpát-medencei magyar lakosság előtt álló kihívások sok erőt és még több összefogást kívánnak meg. Örülök neki, hogy el tudtam jönni erre a felvidéki bárra, és ez a 23. a sorban, és tulajdonképpen egyszerre egy fontos eseménye a trianoni 100 éves évfordulónak, amiben nem elsősorban gyászolni akarjuk azt a tragédiát, ami attól még persze tragédia marad, ami ért bennünket 1920-ban, hogy szétdarabolták Szent István Magyarországát és benne a magyar nemzetet, hanem inkább abból próbálunk erőt meríteni, hogy 100 éven keresztül ennek ellenére, hogy halálra ítéltek bennünket, mégis élünk. Közösségeink külön-külön is virulensek és együtt is erősödik a nemzet. És másik oldalról pedig ez egyúttal szükséges is ahhoz, hogy ezt a rövid távon előttünk álló néhány hét múlva bekövetkező ütközetet sikerrel megírjuk, ami itt a felvidéken fog történni egy demokratikus választás formájában. Nagyon örülök, hogy első alkalommal lehetek itt a felvidéki magyar bálon. Azt gondolom, hogy az jól látszik akár innen is, akár a Kárpát-medence bármelyik területéről, hogy Magyarország kormánya számára kulcsfontosságú az, hogy magyarként gondoljunk a nemzetre, függetlenül attól, hogy a Kárpát-medence melyik területén ilyenek, segítsük egymást, egy olyan nemzetpolitikát folytassunk, amelyben magyar-magyar összetartozására kulcspontban, és amelyben az anyaországra minden Kárpát-medencében vagy a diaszporában élő magyar is számíthat. Ennek kiemelt jelentősége van 2020-ban, amikor ugye a nemzeti összetartozás évét ünnepeljük.
Azt tudom elmondani, hogy a tervek szerint ebben az évben a nemzetpolitikára olyan forrás, anyagi támogatás fog rendelkezésre állni, ami soha korábban a rendszerváltoztatás óta. Itt a korábbi években is rekordokat döntöttünk. Ennek a nemzetpolitikának, amit Magyarország kormánya folytat, annak van egy kulturális dimenziója, van politikai és van gazdasági dimenziója is. Azt tudom mondani, és itt a felvidéki Magyar Báron részt vevőként itt lenni, jól látszik, hogy a nemzetpolitikának a kulturális dimenziója az él. Tehát, hogy a magyar-magyar egymásra találás az kiválóan működik, de a nemzetpolitikának más összefüggése is vannak. A gazdasági kapcsolatokat is erősíteni kell, gazdasági erőt kell vinni az anyaországon kívüli térségekbe, meg kell erősíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek ezeket a térségeket összekötik az anyaországi piacokkal, vagy fordítva. Illetve ugye hát felvidék esetében nem lehet azt megkerülni, hogy bizony-bizony politikai képviselet és a politikai kapcsolatok erősítése is egy fontos kérdés, hogy ezt Szlovákia választani fog egy hónap múlva. És azt gondoljuk, hogy szlovákiai magyarságnak is parlamenti, pozsonyi parlamenti képviseletre, valódi képviseletre lenne szüksége, úgyhogy azért is vagyunk itt ilyen sokan, mert azt reméljük, hogy ezzel is sikerül biztatást adni a helyi közösségnek, hogy álljanak ki magukért, hogy kampányoljanak, és hogy végre több parlamenti ciklus után a felvidéki magyarságnak végre valódi képviselete lehet. A legfontosabb üzenet, hogy eltelt 100 év azóta, amikor senki nem vitathatta, hogy összetartozik a Duna két partja, itt a Dunántúl és a Duna északi része, de 100 év után is láthatjuk, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanazt a történelmet tudhatjuk magunkénak, ugyanazt a irodalmat műveljük, ugyanazok a gondjaink, ugyanazok az örömeink, és ezt jó tudatosítani. Jó tudni, hogy határtól függetlenül a magyarság az egy és oszthatatlan, és ez az év ezt szimbolizálni fogja, és még erősebben kifejezni utánunk jövő nemzedékeknek is. Mindig arról is beszélt elnök úr, ugye házelnök úr, hogy a politika is egy dolog, de nagyon fontos, hogy az emberekben is, itthon is, külhon is ez az érzés, ez a tudat meglegyen. Ez hogyan lehet erősíteni? Ez nagyon egyszerű, itt házasságok köttetnek, családok élnek a Duna mindkét oldalán, közösen ünnepelnek, keresztelők, esküvők, azok a hétköznapi történések, amelyek igazán meghatározóak az ember életében, a családok életében, a közösség életében, és ez mind a két parton ugyanúgy zajlik, megvannak az átfedések, megvannak a rokoni kapcsolatok, és azt hiszem talán ez a legfontosabb. Nekünk Székelyföldön a nemzeti összetartozás, ez egy rejtett álom. Tehát él bennünk még mindig a gondolat, hogy ki kell tartani, mert jönni fog egy szép jövő, és arra készen kell legyünk. A nemzeti lelket azt ápolni kell. Tehát a tüzet, ha hamvadóba is, de meg kell tartani, hogy bármikor lángra lehessen lobbantani. A trianoni békediktátum egyik legsúlyosabb következménye, hogy a kisebbségbe szorult magyarság jogainak védelme
a jogok érvényesítése elnehezült, és sajnos napjainkban sem változott. Hiába lettünk tagjai az Európai Uniónak, ennek ellenére olyan a magyarokat sújtó jogszabályokat hozhatnak, mint az állampolgársági törvény, a Fico-féle ellentörvény, és ugyan kedvező jel, hogy a petícióm eredményeként felkérték a szlovák kormányt, hogy módosítsák a jogszabályt, de az uniós rendelkezések értelmében nincs határidő, és az, hogy ezt egyáltalán megteszik-e a szlovák hatóságok, teljesen bizonytalan. Tehát azt gondolom, hogy a jogvédelem lenne nagyon fontos annak érdekében, hogy megmaradjon a felvidéki magyarság, és még 100 év múlva is a Csalló közben magyarul beszéljenek, és ne csak akkor, ha egy turista busz az anyaországból érkezik, hanem az ott élőket is védjük meg, a szülőföldükön megmaradhassanak magyarnak. Általában mindig azt szoktuk mondani a választások előtt, hogy a következő választások nagyon fontosak, de most Isten igazából ezek a legfontosabbak az utóbbi 30 esztendőben. Látjuk, hogy mi folyik a parlamentben, látjuk, hogy nincs igazi képviselete a felvidéki magyarságnak, idestova 10 esztendeje. Itt az ideje, hogy tényleg összefogjunk, és ezért jött össze ez a csapat, mert ebben a csapatban megvan az az erő, az az energia, az a hit, az a hűség a magyarsághoz, a magyarság értékehez, akik képesek bevinni ezt a csapatot a parlamentbe, és biztosítani az elkövetkezendő 4 esztendőben azt a képviseletet, amely már 10 éve hiányzik. Mi a legfontosabb ahhoz, hogy ez a siker megvalósulhasson? A legfontosabb az, hogy mindenki tudatosítsa azt, hogy az ő szavazata is fontos. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy nem az én szavazatomon múlik. Azt kell tudatosítani, hogy minden egyes szavazatra szükség van, és 29-én olyan döntést kell reggel hozni, hogy igenis elmegyek választani, és a magyar csapatra fogok szavazni, arra, amely képes bebiztosítani ezt a képviseletet. Vasnács van az ablakon, kemény fa ágyon kerül az álom, te rólam álmodozom. Hány éve vagy szakács itt a felvidéki magyar bárban? Hát a felvidéki magyar bárban már 8 éve főzök, és nagy örömmel jövök át mindig az anyaországból, mert itt igaz emberek vannak. Úgy tudnám őket jellemezni, hogy tiszta szív, tiszta lélek. Szerintem mindent elmond. Szóval várjuk, hogy jöhessünk ide, mert szerintem ez a bál arról szól, hogy ez a nemzet egységes, és ez a bál abba segít, hogy összefogás nyújt a Kárpát-medencébe, a magyarságba. Hogy tudni kell azt mindenkinek, egy nyelven beszélünk, mindenki ugyanabból a vérből származik, és erre büszke legyen mindig. Hát ebben minden benne volt, az biztos, és végezetül a szakmai részét tekintve, milyen menü volt a 23. felvidéki magyar bárban? Hát a mai menüsor a szokásos fejedelmi fácállevessel indult, a főételünk is tradicionális, szürke marha pörkölt volt, jutúrós füstölt szalonnás galuskával, és a másik főételünk pedig majorannás kacsamája töltött, sertésborda volt, békönpongyolában, a köret pedig hozzá egy zöldséges rizs volt, finom házi vegyes savanyúsággal, és a desszertünk pedig régóta tradicionális madari rétes volt, ami isteni, azt kell mondanom, hogy isteni. A hajnali ételünk pedig felvidéki korhelyleves lesz, ami tényleg már régóta a záró fogásunk, de szóval szenzációs étel, szeretik. Magyarul megúvhatatlan étel, szerintem. Köszönöm.
a szabadság, a szabadság.